Miért tartunk egy arcot vonzónak? Melyek azok az arcvonások, melyek szépé tesznek bennünket mások szemében? Az evolúciós pszichológia szemszögéből vizsgálja ezeket a kérdéseket dr. Bereckei Tamás a Nyitott Egyetemben. Tartsanak velünk! Tisztelt hallgatóság, kedves nézőközönség! A szépség eszméje végigkíséri az egész életünket. Vannak olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a csecsemők néhány hetes korban, sőt, ma már azt is látjuk, hogy néhány napos korban olyan arcokat részesítenek előnyben, olyan arcokat figyelnek intenzíven, hosszan, amelyeket mi magunk felnőttek is szépnek tartunk. És hát a gyerekek óvodáskorban, iskoláskorban kifejezetten kedvelik, szeretik a jó megjelenésű, szép, karakán, stram osztálytársaikat, és lehetőleg ezek közül választanak barátokat. És hát azt már kevesebben tudják, hogy a jó megjelenésű emberek általában sikeresebbek a társadalmi élet különböző területén. Könnyebben találnak munkát, könnyebben kapnak fizetésemelést, vagy könnyebben lépnek előre a ranglétrán. És az emberek általában könnyebben megbocsátják a vétségeiket. Sőt, ha el is ítélik őket, vannak erre vizsgálatok, csak mérsékeltebb ítéletet kapnak, mint azok az emberek, akik kevésbé jó megjelenésűek. Úgyhogy a szépség kultusza szépen áthatja az egész kultúránkat. Azt lehet mondani, hogy a szépség ideája univerzálisan jelen van az életünkben. A kérdés az, hogy vajon az ideális szépség is univerzális-e? E tekintetben persze óriási kulturális változatosság uralkodik az esztétikai ítéletekben, és hát hogyha megnézzük a különböző kultúrákat, akkor azt látjuk, hogy hát itt pazar sokféleség és sokszínűség uralkodik. A nepáli hölgy nyakában ezüstkarikákat látunk, és ahogy az évek haladnak, egyre több ezüstkarikát csatolnak a nyakára, vagy itt vannak a tányérajkúak, és hát a tetoválások ugye minden kultúrában. Azt mondhatjuk, hogy hát íme, itt a szépség megjelenésének a sokfélesége. De nem így van ám. Ezek az arcdíszítések általában nem a szépséggel állnak kapcsolatban, a közhiedelemmel ellentétben, hanem valamilyen más funkciót képviselnek. Kifejezési formái, rituális jelzései egy társadalmi csoportnak, de csak lazán kapcsolódnak a szépséghez. A saját kultúránkban nézünk körül, akkor is persze azt látjuk, hogy egyes embereknek ez a vonzó, más embernek ez a vonzó, kinek a pap, kinek a papné. Így volt ez a különböző korokban is. Ezek a festmények a szépséggel kapcsolatos, a Vénusz ábrázolások, a kor híres szépségeinek az ábrázolása. Úgy látjuk, hogy nagyon különbözőek ezek a portrék, de talán mégis van bennük valamilyen közös. Elkezdtük vizsgálni ezeket a festményeket, méghozzá úgy, hogy arcarányokat mértünk, hogy számítógépes módszerrel tudunk arcvonásokat mérni. Tehát ebben esetben ugye azt látjuk, hogy például megmérjük az arc hosszúságát, és hozzá viszonyítjuk mondjuk a száj szélességét. Ez már egy olyan metrikát ad, amely által az egyes arcok összemérhetők. Azt találtuk, hogy ezek a festmények minden különbözőségük ellenére mégis nagyon hasonlítottak az uralkodó arcarányok tekintetében magyarul. Minden esztétikai különbözőség ellenére azért ezek az arcok ugyanazt az alapsémát adják vissza. Nevezetesen arról van szó, hogy azokat találjuk vonzónak, akiknek relatíve nagyobb szemük van, nagyobb a szemek közötti távolság, hölgyekről van persze szó, kisebb méretű az orr, az áll, az arccsontok kidudorodnak és párnázottak. Most fölmerül az a kérdés. Oké. Ezek nagyjából a mai kornak is megfelelő szépségeszmények. De vajon nem a globalizáció hatása ez? Nem arról van-e vajon szó, hogy egyszerűen a ma uralkodó szépségeszményt egyrészt a múltba vetítjük, másrészt pedig minden kultúráról kiterjesztjük? Ezt lehet vizsgálni. Hogyan? Az Egyesült Államokban több olyan kutatást végeztek, amely ott élő emigránsokkal foglalkoztak. Arcképeket mutattak nekik, és meg kellett ítélni arcképek vonzerejét. Nem a saját etnikumukhoz, nem a saját kultúrájukhoz, még csak nem is a saját rasszukhoz tartozó arcképeket mutattak nekik. Ennek ellenére meghökkentő egyöntetűség mutatkozott a megfigyelők esztétikai értékítéleteiben. Utána azt csinálták, hogy két csoportra osztották ezeket az embereket. Volt egy alacsony kitettségi csoport, amely kevésbé részesült az amerikai kultúra áldásaiban.
és volt egy magas kitettségű csoport, amelyik már jobban asszimilálódott az amerikai kultúrához. És az volt a meghökkentő, hogy nem volt számottevő különbség a két csoport között. És ezeket a vizsgálatokat erősítették meg azok a vadászok-gyűjtögető népek körében végzett tanulmányok, terepmunkák, amelyek olyan törzsek körében készültek, akik csak szórványosan találkoztak fehér emberrel, mégis az ő értékítéletek abszolút megegyeztek a mi értékítéleteinkkel. Szóval akkor itt egy kérdés az, hogy ha az arc szépségének megítélésében ilyen kultúrától részben, legalábbis részben független kritériumok kapnak szerepet, akkor honnan jönnek ezek a kritériumok? Hát persze egy evolúciós pszichológusnak, mint Móriczkának is mindig ugyanaz jut az eszébe. A múltból fakadnak, a múlt hagyatéka ez, az evolúciós fejlődésnek az eredménye. Tehát az emberi fejlődés utolsó néhány millió éve alatt a társadalmi környezethez való alkalmazkodás következményeként jöhetett ez létre. Gondoljuk mi, de hát persze azért ez alapos vizsgálatot eredményez. Hogyha egy kicsit evolúciós perspektívából szemléljük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy persze a párválasztás valamennyi magasrendű állatban jelen van. A párválasztás rendkívül fontos természetesen a szaporodási életükben. Általában a párválasztásnak két fontos formája van. Partnerválasztás a jószülőre. Olyan párt választ az élőlény, aki képes és hajlandó gondoskodni az utódokról. Általában ilyenkor a választás viselkedési kulcsokra irányul. Tehát például ennek egyik bevált formája a nászetetés, ahol a nőstény meggyőződik arról, hogy a hím elegendő élelmet szállít-e neki az udvarlási időszakban, mert akkor várhatóan majd az utódokat is bőven ellátja táplálékkal. Egy másik választási lehetőség a jó génekre irányul. Ez általában azoknál a fajoknál fordul elő, ahol az állatok, és főleg a hímek kevéssé vesznek részt az utódgondozásban. Ha nem vesznek részt az utódgondozásban, akkor a nőstény úgy gondolkodik, hogy akkor legalább jó génjei legyenek, amiket átörökít az utódokba. Nagyon sok testi jelleg van, és köztük néhány egészen bizarr jelleg, például a pávának ugye a kiterjesztett farktolla, a fregatmadárnak ez a hatalmas vörös tollazata, és Darwinnak már az volt a dilemmája, hogy hogy maradhattak ezek fönn. Hát ezeket az állatokat hihetetlen gyorsan elkapja a ragadozó, tehát a túlélésért folytatott küzdelemben hátrányt szenvednek. Miben sikeresek? Hát a párválasztásban nagyon sikeresek. Erre buknak a nőstények. Hogyan és miért alakultak ki ezek a jellegek? Ez itt a nagy kérdés. Több magyarázat van rá. Az egyik azt mondja, hogy itt egy abszolút önkényes mechanizmus működött, úgynevezett megfutó vagy elfutó szelekció, ami azt jelenti, hogy ezek a jellegek egy öngerjesztő folyamatban jöttek létre, valamikor egy optimális jelleg, valami nagyon túlzó karakterré alakult át. Igazából ezek a jellegek semmi másról nem szólnak, mint a csupasz szexuális vonzerőről. Egy kísérletet szeretnék itt bemutatni, amit egy dán kutató csoportja végzett. A kenyai szövőmadárral kapcsolatos ez a vizsgálat. A kenyai szövőmadár hímjének van egy ilyen 50 centis, kb. Fél méter nagyságú faroktolla, tollazata, és a pihentagyú kutatók azt csinálták, hogy levagdosták szegénynek a farktollát, és a levágottat meg egy másik normális tollazatú madár farktollához ragasztották. Botladozott is a levegőben rendesen, tehát alig tudott repülni, de a tojók őt akarták. Mindenféle módon őt akarták. Tulajdonképpen a nőstények olyan hímek iránt mutatnak vonzalmat, amelyek a természetben nem is léteznek. A másik modell az úgynevezett jógén modell, és ennek különböző változatai. Ezek azt mondják, hogy ezek a jellegek nem önkényesek, hanem valamilyen funkciót képviselnek, nevezetesen ezek indikátorok. Ezek jelzik a szervezetnek valamilyen tulajdonságát, valamilyen minőségét, valamilyen kiváló adottságát. A következő kísérlet a füstifecskékről szól. Van egy nagyon súlyos fertőző betegség, egy ektoparazita, amely a fiókákat megtámadja. Ez egy bizonyos atka. Zseniális kísérletekkel bebizonyították, hogy a fiókákon található paraziták száma nagyon szorosan korrelál az apa állat fartollának a hosszával.
Ami azt jelenti, hogy a farktól az valamilyen genetikailag áthatató tulajdonságot jelképez, reklámoz, ha úgy tetszik, méghozzá az ellenálló képességet. Ezek az indikátorok, tehát ezek a vonzó epigám jellegek, ezeknek a kialakítása és fenntartása rendkívül költséges. Éppen ebben fakad a vonzó erejük. Mintha a hím azt mondaná, a nagy agancsú szarvasbika azt mondaná a nőstének, hogy nézd meg, itt vagyok. Nézd meg, hogy mit hordok a fejemen. Hát, pokoli nehéz, nagyon nehéz hordozni, a fél életem ráment, hogy ilyet csináljak, de mégis itt vagyok, mert valamiben nagyon jó vagyok. Miben vagyok jól? Valami olyan testi tulajdonságban, ami ellensúlyozza ezt a hátrányt. Szóval innen a hátrányelv elnevezés. Jó génmodell és hátrányelv. És most már térünk vissza az emberhez újra. Szóval úgy tűnik, hogy az ember párválasztási folyamatai az evolúciós örökségünkből táplálkoznak, legalábbis részben természetesen. Szóval a múltban az emberek olyan párválasztási attitűdükre és preferenciákra szelektálódtak, amelyek segítségével ítéletet alkotnak a másik nemről. És ezekben az ítéletekben jelen van a másiknak az a potenciája, hogy hogyan tud szaporodni, milyen minőségű utódokat tud létrehozni. Ez nem tudatos, természetesen a mi körünkben. Ez a szelekció logikájával ívódott az agyunkba. Azokat a választási kritériumokat jutalmazza, amelyek megnövelik a szaporodás sikert, végső soron a gének elterjedését a következő generációban, és olyan jellegekre szelektálódtunk, amelyek mutatják ezeket az értékeket. A modern társadalmakban ilyen beépített szűrőink vannak, ilyen részrehajlásaink, preferenciáink, ezekről sokszor nem tudunk, ezek tudatalatt működnek, és persze nem is kapcsolódnak össze a szaporodási sikerrel. Tehát amelyek múltban sikeresek voltak, ma nem feltétlenül azok. Mik azok a választási kritériumok, amelyek ilyen módon belénk vannak valahogyan építve? Az egyik ilyen az úgynevezett átlagarc. Francis Galton, a 19. század egyik nagy tudós rájött arra, hogy ha a korabeli fototechnikai eljárások segítségével egyéni arcokból készít egy kompozit arcot, egy integrált arcot, akkor ez a kompozit arc, ez az átlagarc, ez vonzóbb, mint a részei. Hát ma már ilyet szakmányban csinálunk, nálunk az intézetben is természetesen, számítógépes program segítségével. Itt éppen azt látjuk, hogy 8 egyéni arcból hoztunk létre egy átlagarcot. Lényegében ez úgy működik, hogy kijelölünk az arcon egy csomó pontot, és aztán pedig a gép egy algoritmus segítségével integrálja, összeilleszti ezeket a pontokat, és készít belőle egy átlagarcot. Na már most ez az átlagarc mindenféle vizsgálatból az derül ki, vonzóbb, lényegesen vonzóbb, mint azok az egyéni arcok, amelyekből készült. Ezek az átlagolt arcok rendkívül fontosak az esztétikai ítéletalkotású céljából. Amikor azt mondjuk, hogy átlagarc, akkor valójában természetesen nem átlag szépségről beszélünk. A populációban előforduló különböző arc tulajdonságoknak egyfajta középértékét alkotják. Valószínű, hogy nem önmagában az átlagarc iránti kívánatosság fejlődött ki bennünk az evolúció során, hanem egy kognitív mechanizmus, amit úgy hívhatnánk, hogy prototípus készítés. Szóval arról van szó, hogy mai tudásunk szerint a csecsemők néhány hetes kortól fogva egy a környezetükben található egyéni arcokból készítenek egy centrális arcot, egy prototípust. Az előnye az, hogy könnyebbé válik az egyéni arcok felismerése. Így most már érthető, hogy miért van az, hogy a néhány napos csecsemők ahhoz az archoz vonzódnak, azt figyelik a legtovább, a legnagyobb érdeklődéssel, amit mi magunk felnőttek és szépnek tartunk. De a prototípusnak azért van egy másik fontos tulajdonsága, az ugyanis, hogy a szépség helyi kritériumait hozza létre. Az elvárásainkat állandóan hozzáigazítjuk abban a közösségben felelhető átlagértékhez vagy középértékhez. Ez a vonzerővel kapcsolatos ítéletek rugalmasságát és sokféleségét is mutatja. Az átlagarchoz, a szabályos archoz nagyon szorosan csatlakozik a szimmetria. A szép emberek gyakran szimmetrikusak. A testi szimmetria fejlődése az épp úgy egyébként, mint bármelyik testi tulajdonság morfológiai jelleg kifejlődése egy genetikai menetrend alapján készül. Ezek a gének úgynevezett homebox géncsoportban vannak benne,
És a lényeg az, hogy nincsenek külön gének a baloldali meg a jobboldali testtájakra. Tehát nincsenek külön gének a bal szemre meg a jobb szemre, a bal hüvelykujjra meg a jobb hüvelykujjra, és így tovább. Hogyha semmi nem jön közbe, akkor valamennyien tökéletesen szimmetrikus emberek lennénk. De nem így van, mert mindig közben jön valami. Genetikai mutáció, stressz, táplálékhiány, fertőző betegségek, beltenyészet, sorolhatnám. Ezek a tökéletes szimmetriát elviszik egy aszimmetrikus irányban, és valamennyien többé-kevésbé aszimmetrikusak vagyunk. Ezt az aszimmetria típust fluktuáló aszimmetriának nevezzük, az egyensúlyi állapottól való eltérést fejezik ki. És azt találták, hogy ez a fluktuáló aszimmetria, ez szorosan kapcsolódik az egészségi állapothoz, úgyhogy ez a szimmetria valószínűleg a jó gén modellhez visz bennünket, mert hogy ez egy olyan indikátor, amely mutatja a szervezet minőségét, hiszen azok tudják kivédeni ezeket a zavarokat, akik egyébként jó genetikai képességekkel rendelkeznek. A következő dolog, amiről szeretnék beszélni, azok a hormonális markerek. Szóval az a helyzet, hogy a szabályos arcokat persze kedveljük, mindennapi tapasztalatok is ezt mutatják, meg a kutatások is ezt mutatják, de még jobban kedveljük a nem szabályos arcokat. De csak akkor, hogyha a szabályostól szisztematikusan térnek el. Olyan jellegeket tartottak a férfiak vonzónak, amelyek kifejezett ösztrogén hatás alatt álltak, a férfi arcon pedig az úgynevezett tesztoszteron jellegek azok, amelyek kifejezetten felkeltették a nőknek a figyelmét. Ezeket a szexuális markereket valamennyi kultúrában magasra értékelik a másik nem tagjai. Egy picit visszakanyarodva a jó gén modellhez. Vajon költségesek-e az arcnak ezek a szépség jellegei? Hát bizony igen. Pontosabban nem is maguk a jellegek, hanem az őket létrehozó hormonális folyamatok. Ugyanis a tesztoszteron nagyon jó. Főleg fiatal korban magas aktivitást, libidót, impulzivitást ad a szervezetnek, mi kell más. Ez nagyszerű. De a tesztoszteron rombolja az immunrendszert. Az ösztrogénnel meg az a probléma, hogy persze növeli a termékenységet, de energiát von el a szervezetből, és az anyagcsere melléktermékei toxikusak. Időnként súlyos betegséget okozhatnak. Az elmélet úgy szól, hogy csak azok az emberek engedhetik meg maguknak, hogy szépek legyenek, akik jó egészségi állapottal, jó szervezettel, jó genetikai háttérrel rendelkeznek. Mert ezek az emberek azok, akik ellensúlyozhatják ezeket a hátrányokat. És valóban egyébként a vizsgálatok arra mutatnak, hogy szoros korreláció van a független megítélők által szépnek tartott arcok és az egészségi állapot között. Ezeknek az embereknek az immunképessége, az immunkapacitása az átlagnál egy kicsivel magasabb. Ma már ez szinte semmit nem számít, de az ősi időkben, az evolúciós időben nagyon fontos volt. Ezért alakult, hogy ilyen és ilyen típusú nőket vagy férfiakat tartunk szépnek. Eddig arról beszéltük, hogy a szépségre nagyfokú egyetemesség, univerzalitás jellemző, de azért szerfelett változékony is. Mik azok a külső és belső tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a férfiak és a nők vonzereivel kapcsolatos ítéleteinket? Ez lényegében az emberi arc maszkulinizáció és feminizációja. Középen van egy olyan arc, amelyet uniszexnek nevezhetnénk. Ez lényegében a férfi átlagarc és a női átlagarc átlaga. Tehát se nő, se férfi, vagy mind a kettő egyszerre, ahogy tetszik. Jobbra haladva egy feminizációt hajtottunk végre, ami azt jelenti, hogy az átlag női arc felé toltuk el az arcot, és még tovább is, extrapolálva, és balra pedig egy maszkulinizációt hajtottunk végre, hogy a férfi átlag arc felé toltuk el ezt az uniszex arcot, és még tovább is. Ami egyértelműen emelte a nők vonzereit, az természetesen a további nőiesítésük, a feminizációjuk. Két irányba is előnyt hozott, egyrészt az ösztrogén markereket kiemelte, másrészt pedig úgynevezett fiatalság markereket hozott létre, olyan adottságokat, amelyek leginkább a fiatal életkorral hozhatók kapcsolatban. Ezeket neoténiás jellegeknek hívjuk. A neoténia az progresszív megfiatalodás az evolúció elméletben.
Miért alakult ki a neoténia iránti preferencia? Egyrészt ugye a jogin modell azt mondja, hogy azért alakult ki, mert a nők ezekkel, tehát a fiatal életkorral összekapcsolódó fenotípusos jellegekkel valójában a magas termékenység, potenciális termékenységüket hirdetik. A teljes szaporodási potenciált nézzük, akkor 14-15 éves lányoknak van a legnagyobb szaporodási potenciája. Ez a múltban, az evolúciós környezetben nagyon fontos volt. De van egy másik elképzelés, az elfutó szelekció elképzelése. Ez azt mondja, hogy a férfiak persze minden korban, ahogy erről már beszéltem, a fiatalabb nőket részesítették előnyben, mert hogy a várható termékenységük magasabb, de egy elfutó szelekció miatt ez az életkor egyre lejjebb tolódott, mondjuk egy genetikai mutáció jóvoltából, szóval a férfiak preferenciája a neoténia irányába tolódtak el, az egyre fiatalabb arcok felé tolódtak el, a nők számára pedig a fiatalság eltúlzott jelzései, azok valójában a nők közötti konkurencia harc, mondjuk a magas státuszokért folyó férfiak iránti konkurencia harc eszközévé vált. Egy nagyon érdekes vizsgálatban azt találták, hogy a igazán híres, sikeres sztárok arc arányai, az a normál populációban a 11 éves lányoknak arc arányainak felel meg. És ez a fotó pedig tulajdonképpen nem kell hozzá kommentár. Ugyanazok az arcarányok vannak, csak egy női arcban, meg egy gyerek arcban. Most végül nézzük meg a férfiak feminizációja és maszkulinizációja hatását a nők vonzalmaira. Az előbbitől eltérően itt azt találták, hogy mind a két hatás fontos lehet a nők számára. Tehát a férfi arcokat akár maszkulinizáltuk, akár feminizáltuk. De a kutatások azt mutatták, hogy a nők hol ezt az arcot tartották vonzónak, hol azt az arcot tartották vonzónak. Kiderült, hogy ez a fajta ellentmondás a kutatásokból abból fakadt, hogy nem vettek számításba néhány paramétert, részben biológiai, részben társadalmi paramétert. Az egyik változó az a menstruációs ciklus, a havi ciklus. Kiderült ugyanis, hogy a nők a havi ciklus fertilis fázisában, tehát a korábbi, a legutolsó menstruációt követő 7.-14 nap között a maszkulin férfi arcokat preferálják. A nem fertilis fázisban inkább az enyhén feminin arcokat részesítik előnyben. A nők számára ez abszolút egyértelmű üzenet, ilyen pici változásban azonnal másfajta ítéleteket hoznak. És van egy másik befolyásoló tényező is, ez inkább a társas viszonyból fakad, az, hogy milyen a párkapcsolat szorossága és időtartama. Tehát úgy tűnik, hogy rövidtávú kapcsolatban, alkalmi kapcsolatban inkább a maszkulin vonások válnak fontossá a nők számára. Ezekhez olyan tulajdonságokat társítanak, mint domináns, érett, férfias, és a hosszú távú kapcsolatban pedig enyhén femininebb vonásokkal rendelkező férfiakat választanának, és itt pedig olyan attribúciók jelennek meg, hogy őszinte, megbízható, jószívű. Hogyha eredményeket értékelni akarjuk, akkor persze egy picit megragadunk a spekulációk szintjén. Szóval azt gondoljuk, hogy a szexuális szelekció egy komplex pszichológiai értékelő rendszert hozott létre a nőkben, amiként egyébként a férfiakban is. Ezek segítségével képesek alkalmazkodni a szaporodásuk szempontjából fontos körülmények finom elhangolódásához, egy finom eltéréseihez. Tehát komplex párválasztás stratégiákra szelektálódtak, egyik viselkedési stílusról a másik viselkedési stílusra kapcsolnak át, hogyha szükséges. Maszkulin vonásokat preferálnak olyan esetekben, ahol a férfiaktól inkább értékes géneket akarnak nyerni. Tehát inkább azok a tulajdonságok fontosak, amelyek az utódokba átörökíthetők. És más esetben pedig olyan férfiakat választanak, ezeket elsőbben hosszú távú kapcsolatra, akik képesek és hajlandók részt venni az utódgondozásban. A záró megjegyzésként három dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy mind a mindennapi tapasztalataink, mind pedig a rendelkezésre álló kutatási eredmények szerint az arc kitüntetett szerepet játszik esztétikai ítéleteinkben, ez egy. Kettő, ez részben evolúciós örökség, tehát olyan arcvonásokat tartunk szépnek, amelyek a múltban legalábbis
a szervezet valamilyen előnyös, végsősorban genetikai minőségét jelezték, és végül harmadszor, azért ezek az ítéletek állandóan illeszkednek a térben és időben változó társadalmi feltételekhez. Köszönöm a figyelmet! We'll be right back.